Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Új helyen az ügyeleti központ, tovább fejlesztették az egészségügyi alapellátást Szekszárdon. Egyre apad a holtág vize, helyenként már alig 70 cm a vízállás. A balesetek áldozataira emlékeztek, minden évben vannak, akik Tolna megye útjain halnak meg. Megkezdődhet a bérletvásárlás, elkészült a Babits Mihály Kulturális Központ színházi évada. Új helyen várják hétfő délutántól a pácienseket a gyermek és felnőtt házi orvosi ügyeletet ellátó szakemberek. A felújított Ybl Miklós utcai épület a 21. századi követelményeknek minden szempontból megfelel. Az ingatlanban dolgoznak mostantól a védőnök és egy házi orvos is. Mindennek van egy eleje és van vége. Lényeg a dolognak, ma reggel 8 órakor ez az ügyeleti központ bezárt. Utoljára fordult el a kulcs az árban az éjszakai műszak végén a Vörös Marti utcai orvosi ügyelet épületénél Szekszárdon. A korszerűtlen helyiség helyett hétfőn sokkal modernebbek költöztek az eddig itt dolgozó orvosok. Ez pedig már az Ybl Miklós utcai felújított ingatlan, ahol a felnőtt és a gyermekházi orvosi ügyelet kapott helyet. Ezek mellett még egy házi orvos is itt rendel hétfőtől, az emeleten pedig a védőnök dolgoznak. Az 1700 négyzetméteres ingatlanra több mint 200 millió forint pályázati forrást köthetett a Tolnai megyeszékhely. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt kéri a helyiektől, hogy ezentúl ezeket a szolgáltatásokat már ne a régi helyükön keressék. A Vörösmarty utca is ki lett táblázva, ott is pontos útbaigazító táblák vannak, és mindenki arra figyeljen és tájékoztassuk egymást, hogy ma 16 órától az Ybl Miklós utcában van a gyerek és a felnőtt ügyelet. A mostantól itt dolgozó orvosok és védőnők már régóta várták, hogy beköltözhessenek a 21. századi körülményeknek minden tekintetben megfelelő épületbe, ami közvetlenül a kórház szomszédságában fekszik. Könnyebben megközelíthető a terület, van parkolási lehetőség, és hát nyilván a magasabb ellátási szintre való hozzájutás is, ha szükséges, akkor sokkal közelebb van, mint az előző helyeken. Az Ybl Miklós utcai orvosi ügyeleten délután 4 órától reggel 8-ig várják a gyermek és felnőtt pácienseket. Továbbra is fenntartható módon zajlik a tűzifa kitermelése, közölte az agrárminiszter Facebookon közzétett videójában. Nagy István elmondta, az erdőgazdálkodás fontos része az energiavészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait, de ez sem jelenti azt, hogy erdőirtás következne. Az új rendelkezés nem csökkenti az erdőterületet, és nem rontja az erdők természeti állapotát sem, tette hozzá az agrárminiszter. Az elmúlt években hazánk legnagyobb erdőtelepítési és fásítási programja zajlott. Két év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítésére adott a kormány támogatást. Nagy István kiemelte, a most elfogadott rendelettel csak előrébb hozzák a kitermelés idejét. Most szárazságban kemény a talaj, könnyebben ki tudjuk szállítani az erdőből, és meg tud száradni, mire majd tél vége felé elfogynak a készletek, és szükséges lesz. Tehát minden intézkedésünk pontosan azt a célt szolgálja, hogy az emberek ne a saját kezükbe vegyék elkeseredetten a sorsuk megoldását, és ragadjanak fejszét, és vágják ki a fát, hanem tervszerű, ellenőrzött gazdálkodás keretében termeljük ki azokat a fákat, amelyre szükség van a tűzifa biztosításához. Hétfőtől igényelhetnek bérköltség támogatást a vidéki álláskeresőket alkalmazó cégek. Elindult a Vállalkozások Regionális Munkaerő Támogatása program, amelyben az újonnan felvett vidéken regisztrált álláskeresők után kaphatnak legfeljebb havi 150 ezer forint vissza nem térítendő támogatást a munkaadók. A 2022. augusztus 15-ével megnyíló lehetőséggel élőktől akár a bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 3/4-ét is átvállalhatja az állam, hívta fel a figyelmet a hétfői közleményében a Technológiai és Ipari Minisztérium. A célcsoportba tartozik, aki még nem töltötte be a 25. életévét, 25 és 30 év közötti pályakezdő, 50 év feletti, legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, legalább 6 hónapja regisztrált állás
lakáskereső. De hasonlóképpen támogatható az is, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglalkoztatásból, megváltozott munkaképességű, kisgyermeket nevel, ápolási díjban részesül, vagy a dokumentációban felsorolt vidéki kistelepülések valamelyikén lakik. A munkaadó teljes napi 8 órás munkaidő esetén egy álláskereső után legfeljebb havi 150 ezer forint bértámogatást kaphat, legfeljebb 6 hónapon át. A támogatások részleteiről a munka.hu foglalkoztatási portálon érdemes tájékozódni. Kritikus állapotban van Tolna megyében a Bogyiszlói Holtág. Az évtizedekkel ezelőtt még hatalmas területen elterülő víz mára már alig-alig fellelhető. Mivel a Nagy-Dunában is alacsony a vízállás, így arra nincs esély, hogy innen nyerjenek pótlást. Megoldás egyenlőre nincsen, pedig az idő sürget. Ha az őszi esőzések is elmaradnak, akkor jövőre egy üres meder emlékeztet csak az egykori holtágra. Ahol most ez a sétány fut, régen víz állt, eddig ért el a Bogyiszlói Holtág vize. Ma már ennek csak a töredéke van a mederben. Rák Tibor tógazda elmondta, hogy a holtág melletti házak hátsó udvarából pár évtizeddel ezelőtt még horgáztak a tulajdonosok. Most pedig még a csónakokat is alig tudják használni, olyan alacsony a vízállás. A kritikus állapot kialakulásához a kevés csapadék és a tereprendezés is hozzájárult. Három helyen volt egy nagyobb forrás itt a partszakaszon, de most azt szerintem azt betemettük, mikor kiszedték a vizekcsát, és hétben beletek temetve, az is dominál szerintem valamilyen szinten, hogy a vizet nem tudjuk, nem pótlódik maga után a víz, meg hát a talajszintnek az a baj, hogy a talajvíz lement nagyon. A talajvíz nagyon lement a szintje neki, és szerintem az is dominálja, hogy egyáltalán nem tud termelődni utána semmi. 1903-ban egyszer már a kiszáradás szélén állt a holtág, de akkor természetes úton rendeződött a helyzet. Most viszont már emberi beavatkozásra lenne szükség ahhoz, hogy újra megfelelő vízmennyiség legyen a mederben. Valami szivattyúrendszert kéne kiépítenünk, hogy tudjuk pótolni a vízünket, mert máshonnan mi nem kapunk vizet. Mert Nagy-Dunáról kapnánk vizet, van egy kanálisunk, egy csatornánk, ami a Nagy-Dunával van összekötve a holtágunk, de sajnos a Nagy-Dunán is olyan kicsi a vízállás, már évek óta, 4-5 éve nem kaptunk vizet, mert nincs a Nagy-Dunán se víz. Nem nincs akkora vízállás, hogy fel tudjon jönni a víz a holtágunkba. Most már egy többnapos tetemes mennyiségű esőzés sem oldaná meg a tó helyzetét, anyagi erőforrás hiányában pedig nincs lehetőség a községnek arra, hogy kiépítsenek egy olyan csatornarendszert, ami a Dunából pótolná a hiányzó vizet. Kiszáradás fenyegeti Magyarországot a következő évtizedekben, ha nem sikerül megállítani a klímaváltozást, közölték az ELTE kutatói kedden. Tanulmányukban az egyre erősebb éghajlatváltozás miatt a száraz területek terjedését valószínűsítik elsősorban az Alföld északi és középső részein, a Kisalföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A folyamat évtizedek óta tart, a 70-es-80-as évekhez képest már most 84%-ról 68%-ra csökkent a nedves területek aránya a júniusi adatokat összevetve. Elképzelhető, hogy Magyarországot túlnyomó részt akár 85%-nál is nagyobb mértékben erdős sztyeppe uralhatja az évszázad második felére. Ezzel együtt a bükkerdők teljesen eltűnhetnek, és a tölgyesek is nagyon kis területre szorulnak vissza. A kevésbé súlyos lehetőség az, hogy a kiszáradás kisebb területre korlátozódik, az északi középhegység és a Dunántúl jelentős része megmarad nedves területnek. Ebből is látszik, hogy nem mindegy, mi történik addig, hiszen a mostani intézkedésektől függ a változások mértéke a következő évtizedekben. 1990 óta harmadára csökkent azoknak a száma, akik autóbalesetben halnak meg Magyarországon. Ennek oka a technológiai fejlődésen túl az is, hogy jobban betartják az emberek a szabályokat. Ennek ellenére még mindig több száz halálos baleset történik az országban évente. Tolna megyében tavaly 3 ilyen tragédia történt, idén viszont már 6 hangzott el a Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság megemlékezésén a Kölesd melletti Bartal szobornál. Nagyon régen volt olyan időszak, amikor egy héten belül 4 halálos eredménnyel végződő közúti közlekedési baleset történt. Pedig idén már volt ilyen Tolna megyében. A halálos balesetek száma a jó időbe köszöntével 2022-ben is nőtt. Most az áldozatokra emlékeztek a Kölesd határában található, 1936-ban motorbalesetben elhunyt Bartal György emlékére állított szobornál. Most sajnos volt augusztus első hete, ami idáig nem volt jellemző, hogy egy héten belül 4 halálos eredménnyel végződő baleset történt. Itt is más-más okokból
és ami még kiemelendő Tolna megye tekintetében, hogy a baleseti gócok nem voltak jellemzőek. Tolna megye az országnak azon területei közé tartozik, ahol évente kevés halálos baleset történik. Azonban amíg egyetlen ilyen tragédiára sor kerül, addig van dolguk a szakembereknek. Ezt mondta az Országos Baleset Megelőzési Bizottság főtitkára. Egy pozitív változásról tudok beszámolni, tehát kevesebb közlekedési baleset történik, mint 2000-ben, vagy mondjuk az 1990-es években. Én azt gondolom, hogy ezzel azért még nem lehetünk elégedettek, hisz míg egy ember is az életét veszti a magyar közutakon, vagy megsérül, addig van még teendőnk. Az idei megemlékezésen a rendőrök mellett a közlekedésben érintett társhatóságok és motoros egyesületek képviselői is részt vettek. A társadalom biztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérültek és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlag fogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsi csökkentett áramára. Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh per év áramfogyasztáson felül további 1697 kWh per év áramot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten így akár 60 000 forintot is megspórolhatnak. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2022. augusztus 15-e és 19-e között a megye több pontján, többek között Pakson, Hőgyészen, Bogyiszlón és Bonyhádon, piacokon és közterületeken értékesítőket ellenőriznek. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészlet eredetét. Összeállt a következő színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban. Az eddigieknek megfelelő tematika alapján két felnőtt, pódium és gyermek sorozatot is hirdet az intézmény. A bérleteket a napokban kezdik el árusítani az intézményben. Nem készült tematikus bérlettel ebben az idényben sem a Babits Mihály Kulturális Központ, hiszen az a tapasztalat, hogy a színházlátogatók azt a megoldást preferálják, hogy sokféle műfajt láthassanak az adott évadban, mondta Berlinger Attila igazgató. A terv elkészült, és vannak már előadások is, melyek pontos dátummal bírnak. Az is a rendszer része természetesen, hogy nem csak bérlettel lehet részt venni, hanem az adott előadások előtt, amennyiben még szabadon álló helyek vannak, úgy értelemszerűen akár aznap is, még utolsó pillanatban is be lehet térni egy-egy kiváló előadás megtekinteni. A rendszeres látogatók számára kínálta fel első körben a háza lehetőséget arra, hogy meghosszabbítsák már meglévő bérleteiket, így ők akár ugyanarra a helyre vásárolhatják meg az idei évadra a belépőjüket, melyen eddig is ültek. Nagyon sok a hagyományosan visszatérő bérletesünk nagy örömünkre, éppen ezért már hirdettük is, hogy augusztus utolsó két hetében elsősorban a korábban bérlettel rendelkezőket várjuk szeretettel a jegypénztárba. Ők meg tudják újítani ugyanazokra a helyekre, amelyekre hosszú évek óta már helyet foglaltak, ismételten ezeket a bérleteket, és szeptember 1-től válik majd lehetőség a város és a környék lakosságának arra, hogy az új bérletesek is becsatlakozhassanak. Minden bérleti sorozatban 4 előadással készül a Babits Kulturális Központ, de ezek mellett úgynevezett szabad előadásokat is szerveztek, alkalmi színházlátogatókra gondolva. A bérletek áraidól Berlinger Attila azt mondta, csak minimális emeléssel számoltak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Rágyújtották a házat a nőre és fiára a Véménden, emberölési kísérlettel gyanúsítják az elkövetőket. Tragédia két új faluban, két hete nem látták szomszédjukat, a tűzoltók holtan találtak rá. Piknik és szabadtéri mozizás, a rászoruló családok nem maradnak egyedül. Egy nőre és fiára gyújtották rá a házukat a Baranyai Véménden szombat hajnalban. Az áldozatok csörömpölésre ébredtek, majd felcsaptak a lángok. Sikerült kimenekülniük, így sértetlenül megúszták az esetet. Az elkövetőkre hamar lecsaptak a rendőrök, akiknek emberölés kísérleteért kell felelniük.
Lássam a kezét! Az elfogásról készült ez a rendőrségi videó a Baranyai Véménten szombaton. Így gyújtották rá egy nőre és fiára a családi házukat az elkövetők. Ezek a fotók a helyszínen készültek. Az egyiken még annak az üvegnek a szilánkja is látszanak, amelyben a gyúlékony anyagot bedobták a házba. Szombat hajnalban egy nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy Véménden valaki rájuk gyújtotta a házat. Elmondta, hogy csörömpölésre ébredtek fel, majd amikor látták, hogy ég az egyik szoba, ő és a fia kimenekültek a házból. Ezután elkezdték oltani a tüzet, amelyet végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. A szemle adatai szerint a tüzet molotov koktélok okozták. Kollégáim pár órán belül beazonosították a feltételezett elkövetőket, majd elfogták őket. A 29 éves vémindi férfit és 24 éves helyi társát elfogták a Mecsek közterületi támogató alosztály munkatársai még szombat délelőtt. A rendőrfőkapitányságon előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Ennek során mindketten beismerték a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Ellenük emberölés kísérlete miatt nyomoz a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. Végzetes baleset történt két új falun. A Baranyai településen egy idős, egyedül élő ember hunyt el. A szomszédok arra lettek figyelmesek, hogy már két hete nem látták a szépkorú szemét, és nem nyitott ajtót sem. A kiérkező lánglovagok megállapították, hogy korábban tűz keletkezett a házban, ennek körülményeit még vizsgálják. Az egyenruhások ekkor találták meg a holttestet. Itt a Baranya megyei két új falun történt egy tragikus eset. A település egyik lakója eddig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Vasárnap este 7:30-kor érkezett egy bejelentés a katasztrófavédelemhez. A telefonáló a tűzoltóknak azt mondta, már két hete nem látja sem ő, sem a szomszédok azt az idős, egyedül élő embert, aki már ajtót sem nyitott. Ezért riasztották az egységeket és vonultak a József Attila utcai családi házhoz. A szigetvári tűzoltók vonultak a helyszínre, a családi házban egy tűznyomát, illetve egy holttestet találtak. Mint kiderült, a hálószobában egy ágy és egy fotel égett korábban, tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja. Az ilyen tragikus kimenetelű tűzesetek többsége megelőzhető lenne egy néhány ezer forintos füstérzékelő beszerzésével. Különösen ajánlott ez egyedül élő idős emberek számára, hiszen ez az eszköz már a tűz keletkezésének idejében riaszt bennünket. Ha pedig nem a füst, akkor a szénmonoxid az, ami szintén veszélyt jelenthet. A színtelen, szagtalan gáz észlelésére alkalmas készüléket is érdemes beszerezni, ezekről listát is készített a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint érdemes 3-5 évente cserélni a készüléket, de az is fontos, hogy konyhába vagy fürdőszobába, ahol magas lehet a páratartalom, ne helyezzük az érzékelőt. Jótékonysági piknikre és közös szabadtéri mozizásra hívta a kaposváriakat az Ökumenikus Segélyszervezet. Így indították ugyanis útjára nyárvégi akciójukat, melynek során 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját szeretnék megtölteni. Amiért és amennyit szeretnél. A Harry Potter filmek egyik főszereplőjének öltözött ez a kislány, azt mondja, imádja a sorozatot, de nem csak ezért látogatott ki családjával a Városligetbe. Hoztak néhány tanszert is, hogy segítsenek másokon. Tolltartók, meg ilyen ceruzák, meg ilyen vonaljelzők, meg ilyen filztollok is vannak benne. A családok közül is többen ajánlottak fel pénzt vagy tanszereket, hogy könnyebbé tegyék másoknak a tanévkezdést. Azért tartottam fontosnak, mert nálunk is most készül első osztályba a kislány, és hogyha nem is olyan nagyon sok mindennel, de mi is szerettünk volna egy kis támogatást hozni, aki még jobban rászorul. Meg nagyon szeretjük a Harry Pottert, és hallottuk, hogy lesz ilyen program, és azért is jöttünk, látogattunk el erre a programra. Kaposvár polgármestere Szita Károly pedig bejelentette, hogy a város idén is meghirdeti tanévkezdési támogatását 53 millió forinttal. Az Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtése is az iskola kezdést segíti. Idén is ez a célkitűzésünk, hogy 2000 rászoruló gyereknek megtöltjük az iskolatáskáját, úgyhogy ezért tudunk ma itt tenni, és ezért tud bárki tenni, akár otthonról is, vagy aki hallja ezt az üzenetet, a 1353-as adományvonalnak a felhívásával. A jótékonysági piknik és a szabadtéri mozizás ingyenes volt, de aki a helyszínen nassolnivalót vagy üdítőt vásárolt, az is az Ökumenikus Segélyszervezet akcióját támogatta.
11. alkalommal szálltak tandem biciklire látássérültek és épek, hogy megmutassák együtt, mi mindenre képesek, és körbetekerjék a Balatont. Néhány állomáson pedig művészi tehetségüket is bizonyítják a résztvevők. Idén 25 páros vállalkozott a mintegy 210 kilométeres táv teljesítésére. Együtt érez veled az egész világ, érzem, szívem mindig erre vár. Zenés műsorral indult Szántódon az idei tandem túra, amely többről szól, mint a Balaton körbetekerése. Ugyanis az esélyegyenlőségi programot látássérülteknek is szervezték, a túra pedig egymás megértésében is segíthet. Ugyanis a látásában korlátozott kerékpáros mindenben épp társára kell, hogy hagyatkozzon, aki szükség esetén segítséget nyújt a túra közben. Érezzük egyrészt a felszíni formákat, hogy most lefele megyünk, vagy gyerünk tekerni, mert fölfele megy az út. És a sofőr mindig szól, hogy most lejtőjön, emelkedőjön, ha éppen olyan, akkor mondja, hogy mit látni körülöttünk, merre mi van. 5 napon át mintegy 210 kilométer teljesítése vár a 70 tandem kerékpárosra, akik ez idő alatt sokat tanulnak egymástól. Nagyon sokat kapunk is mi segítők, tehát amellett, hogy adunk, nagyon sokat kapunk is toleranciát, tanulunk mi is, meg igazi személyiségeket ismerünk meg. A 11. tandem túrán idén kiemelt figyelmet kap a művészet, így a szervezők a sport mellett számos kulturális programmal is készültek. Több etapon is megállunk, hiszen nem csak sportolók vannak velünk, hanem azok a sportolók, látássérült emberek művészeti vénával is rendelkeznek, énekelnek, akár prózát adnak elő, és ez egy fontos cél, hogy ők bemutathassák azt a fajta tevékenységet, amit ők szívből és szeretettel művelnek. A résztvevők szerint a művészet tovább segít az elfogadásban és a megértésben, és nem csak a résztvevők, hanem a környezet számára is. Nyilván, amikor megérkezik ennyi bicikli, és ezeket úgy letámasztják ugye a túrázók, akkor már eleve az egy látványosság, mert tandem biciklit se lát minden nap az ember, nemhogy ennyit. Úgyhogy nyilván akkor megállnak, csodálkoznak, hogy ez mi ez. Aztán, amikor elindul a produkció, akkor nyilván akkor még inkább ott maradnak, és akkor megkérdezik, hogy ti kik vagytok. Úgyhogy mindenképpen van ennek jelentőség és hatása. A tandem kerékpáros csapat szerdáig teker a Balaton körül. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Újhelyen az ügyeleti központ, tovább fejlesztették az egészségügyi alapellátást Szekszárdon. Egyre apad a holtág vize, helyenként már alig 70 cm a vízállás. A balesetek áldozataira emlékeztek, minden évben vannak, akik Tolna megye útjain halnak meg. Megkezdődhet a bérletvásárlás, elkészült a Babits Mihály Kulturális Központ színházi évada. Szerdán visszatér a hőség, napsütéses, gyengén fátyol és gomoly felhős idő lesz jellemző, csapadék nem hullik, éjszaka nyugodt, csillagfényes idő várható, tovább mérséklődik a lehűlés. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!